Ilyen az Eurókupa döntős nagyváradi öröm. Kádár Kálmán csapata története során először 5 méteresek után a Veronát kiütve jutott a nemzetközi sorozat fináléjába, ahol a Ferencvárossal küzd majd meg a kupáért. Elképesztő volt a hangulat a Verona elleni meccsen az uszodában. Most értem át először ilyet, mióta itt játszom. Reméljük szerdán átélhetjük újra, mert óriási erőt adna nekünk. Akkor talán sikerülne néhány gólos előnyt szerezni a budapesti visszavágóra. Szerdán ugyanis Nagyváradon lesz az oda-visszavágós párharc első felvonása. A nagyváradiak trénere 2015-ben a klub játékosából lett a csapat vezetőedzője, ám korábban a Fradiban is megfordult, akár csak néhány mostani játékosa. Igazából olyan vegyes érzés van, mivel én is játszottam ott 12-13 évvel ezelőtt, és még vannak még a Gojko Pietlovics, a Gyuri Dunka, meg a Georges Kuramiro, aki még ott játszott a Ferencvárosban, de most ez egy csata a vízben, amit mi nyilván meg akarunk nyerni, és ők is biztosak vagyunk benne, hogy ők is mindent meg fognak tenni, hogy megnyerjék ezt a kupát. A Fradi sokkal erősebb csapat most, mint 2014-ben volt, amikor ott játszottam. A Bajnokok Ligájában is megállnák a helyüket. Papíron ők az esélyesebbek, de nem csak ők, hanem mi is szeretnénk történelmet írni. Soha még az elődöntőig sem jutott el a Nagyvárad, úgyhogy szeretnék megnyerni ezt a kupát. Akár csak a Fradi keretét, a Nagyváradét is olimpiai és világbajnok pólósok alkotják, na meg tehetséges fiatal román vízilabdázók. De a Nagyvárad olimpiai bajnok szerb kapusa szerint nem a játékos állomány lesz a döntő a fináléban. Van néhány barátom a Fradiban, beszéltem is velük a napokban. Mindkét csapat mindent belefogadni. A döntő az döntő. Nem mindig a jobb csapat nyer, és sokat számít a türelem, a szerencse és az erősebb akarat. Papírforma szerint a Fradi az sokkal erősebb nálunk. De a döntő az egy döntő, úgyhogy bármi lehet. Hosszú út volt eljutni idáig, és biztos vagyok benne, hogy óriási taktikai csata lesz. Szóval már mindkét csapat gőzerővel készül. A Fradi például egy Szeged elleni 9-7-es szombati bajnoki győzelemmel hangolt az Eurókupa fináléra, amelynek egy mozzanatáról sem maradnak le, ha a Digi Sporttal tartanak. Már kedden jelentkezünk az odavágó helyszínéről, szerdán pedig élőben láthatják a Nagyvárad-Fradi találkozót.